Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Mező Mónika vagyok, a Peak Shop vezetője, és a Peak Gym Buda őrstől jelentkezek, és mutatok néhány képet, hogy a holnap megnyíló edzőterem milyen lesz, meg hát ismét elnézést a Nagyzoló egy mondatért, de azért azt elmondhatom én is a Peak vezetőjeként, hogy a társaimmal, a Peak-kel csak erősítettünk a helyzetünkkel azzal, hogy a új edzőterem is meg tudott nyitni, tehát mutatom mindjárt a képeket. Tehát még most a Peak Gym Budaörs előtt áldogálok, és akkor megnézzük, hogy mi van bent. Még nem minden van bent. Ez a motor is majd be fog költözni az edzőterembe, és akkor mindjárt bemegyünk, és megmutatom, hogy mi van közben. Itt mezitláb vagyok, mert tilos még most cipőben bele mászkálni a szép tiszta edzőterembe, és megyünk befelé. Remélem, hogy jól láttok mindent, és még a kollégák itt vadul dolgoznak és takarítanak, mert természetes, hogy holnapra mindennek patyolat tisztának kell lennie, és azzal azért még van bőven idő, vagy teendő. Mindenki megijed, aki felé fordítom a kamerát, úgyhogy most nem is teszem ezt. Menjünk körbe, jó, az talán a legegyszerűbb, jó? Szerintem mindenki látott már edzőtermi öltözőket, szóval ez. Péktermékek tömkelege, kardiogépek tömkelege van az elején az edzőteremnek, tehát ottól bejöttök, ott a kardió részleg van. Adél jön itt velem szembe, majd mindjárt megyünk a kvas teremben is. Most már van labda a játszóházba, és azt elmondhatom, hogy mindenkit, legalábbis a Peakből, a játszóház érdekelt eddig a legjobban, tehát valószínűleg mi holnap majd csúszdázni is fogunk, de ezt a zárkörű bolin majd úgyis megtehetjük. Szerintem, aki később akar csúszdázni, az is tud majd. És akkor, amit elfelejtettem a korábbi videónál megmutatni, hogy azért van itt egy squash pálya is, ez az egy darab maradt, mert egyébként ez korábban egy squash sportcentrum volt, tehát ide még foglalhattok helyet már, ha van. Most megmondom őszintén, nem mindent tudok, hogy mi hogy működik a jelenlegi rendszerünkben, tehát hogy hogyan lehet foglalni. Az a lényeg, hogy először nyissunk meg. Jó? Tehát squash pálya megvolt, játszóház ez, utána kardiópark babzsákokkal. Hát fura ez az összesítés vagy párosítás, de ez. Ott van drága Ferink. Integes! Ő az alapítója, kitalálója az edzőterveknek, és akkor a kollégák meg itt vadul dolgoznak még azon, hogy totál tiszta legyen minden. Mit mutassak még nektek? Megyek itt az oknicskámban, mindenhova bemegyek, ahova tudok. Egyik TRX terem, jó, itt is voltunk. Biztos láttatok már ilyet, de azért mutatom. Spinning az mindig jó jön, nagyon tuti, hogy most már itt ablakok is vannak, mert nagyon sok kritikát kaptunk az aréna kapcsán, hogy nincsenek ablakok az edzőteremben, de az egy olyan hely, azon nem lehetett változtatni. Viszont nagyon jó lokációban van, tehát az arénában szeretünk azért járni, mert bevásárolhatunk előtte vagy utána. Na, akkor a következő ez a bicaj. Hát most ezzel én is ismerkedek, de azért belemegyek ide a keres közepébe. Ez ezt csinálja, hogy oda betesszük a lábacskánkat, és akkor vadul tekerünk. Majd én is ki fogom próbálni. És akkor megyünk föl a második szintre, vagy hát legyen az első szint, tehát a következő szintre. És addig akkor nézzetek inkább engem, mert itt csak a lépcső következik. Jó, tehát holnap déltől már jöhettek hozzánk edzeni, és ha jól tudom, akkor lesz itt egy hozzáértő kolléga, aki az edzőtermékgépek használatát is megmutogatja, mert nagyon sokféle új gép van, és egyáltalán nem biztos, hogy mindenki tudja, hogyan lehet használni őket. Na, mutatom. Tehát most már azért alakul az edzőterem. Itt lesz a kint látott moci. Ez az a keret, amit már említettem az előző videóban, csak akkor még fél állapotában volt, hogy ebből, ha jól tudom, nincs is másik Magyarországon még, és nagyon sokféle edzésmódszert kipróbálhattok rajta. Ott is van egy kisebb része. Mit mutassak meg, ami érdekesség? Na, ezek azok az edzőtermégépek, amik most itt átlagosnak tűnnek, de egyébként nem azok, mert mondom,
Tehát olyan sok fajtájuk van egymás mellett, hogy nem mindegyiket láthattuk még Magyarországon, de nem tudom megmondani, hogy melyik az, mert hogy nagyon sok fiúknak szánt edzőtermi gép is van, és én pedig csajként igazából a fargépek iránt érdeklődtem, de majd oda is mindjárt elmegyünk. Jó? Sziasztok! Kollégait nyomja a takarítást, köszönjük! Tehát továbbra is van ablak, és nem annyira zárt, mint az aréna. De én például szeretem az arénát is, mert be lehet vásárolni edzés után. Jó, szokásos erőkeretek. Úgy látom, hogy a hasgépek ide vannak pakolva ebbe a sarokba, és akkor itt talán jobban átlátjátok az edzőtermet, hogy itt van az alján a játszóház. Oké? Okay? Tehát innen is szemmel lehet tartani a gyereket esetleg, hogyha nem egyedül jöttök. Jó, megyek tovább. Nagyjából akkor ez a felhozatal. Amint láttátok talán az előző videóban, de újból elmondom, dupla annyi gép van most itt, mint az egyel kisebb edzőteremben, pedig az is nagyon-nagyon tele van rakva cuccal. És még képzeljétek el, hogy még tegnap is hoztak az arénába egy új gépet, mert Feri nagyon-nagyon szereti azt, hogyha ezek az edzőtermi gépek a toppon vannak, és mindig hozzátesz valami újat. Jó, hát ezt szerintem mindenki ismeri ezeket a gépeket. Természetesen 600 féle fogantyúval. Természetesen mindenféle beosztásban, ezt mondjuk ilyen, igen. Jó, talán aki nagy edzőtermi látogató, az úgy meg tudja ítélni, hogy mi az, ami máshol is van, mi az, ami nincs. Lányoknak a részlege következik. Na például ezt nem tudom, hogy mire való, megmondom őszintén. Megnézzük, multi crossover. Hát, majd ki fogjuk próbálni. Oké. Kedvenc, legfontosabb edzőtermi gépem, mindenkinek szeretettel javaslom és ajánlom, aki lány. Azért, mert ez a csípő felhúzás, hát az gyerekek nagyon kell lányoknak. Jó, másik fargépek egymás után, meg lábgépek, oké, itt is. Hát lábazásra szerintem nem lesz problémánk. Ez az izé, sajnos nem tudom a nevét, még nincsen, úgy látom, összerakva. Majd holnap reggelre meg lesz ez is, nem tudom, hogy mit tud, de úgy látom, hogy ez is valamilyen kardiógép lesz. Oké. Okay. Hát nem tudom, lehet, hogy a Feri érte ez jobban, mint én. Ezek a dobálós, vagy labdadobálós eszközök, ezek az arénában is vannak, de inkább csak játszani szoktunk rajta, és nem mindig használjuk rendesen. De szerintem a színes labdákkal most már majd kéne. Na várjatok, mit mutassak még? Nekem is minden új, de azért nézem. Talán ugrálásra való ez az asztal, nem tudom pontosan, megmondom őszintén, de majd holnap megtudjuk. Ez az izé, ez a ilyenfajta típusú bicikli. Hát ezt is kipróbáljuk majd, az a biztos. Boxolhattok is, srácok. Mit mutassak még? Jó, evezni is lehet. Hát, nagyjából szerintem körbe mentünk mindenen. Nagyjából akkor ennyi, amit meg tudok nektek most mutatni, úgyhogy nem vagytok itt. Én remélem, hogy minél többen be tudtok ruccani holnap déltől, és akkor élőben is fogunk tudni találkozni, meg hát itt lesz egy csomó pík termék, és akkor eszegetünk is. Mert az első nap azért mégis május, én azt mondom, hogy egy napi jegyet mindenképpen érdemes venni, hogy legalább ki tudjátok próbálni. Nincsen messze az edzőterem, tehát Budaörsön van, de egyébként ott kell lemenni az autópályáról, hol a Tesco-hoz is lekanyarodtok, tehát oda szerintem sokan járnak vásárolni, úgyhogy tök egyszerű megtalálni. És a Vazze is kiadja Forrás utca 8-at. Árak, tudom, hogy már nagyon sokat kérdeztétek, mindjárt megkérdezem én is, és beleírom majd a termék oldalra, hogy mit tud erről Feri mondani. Szerintem örülnek egyelőre, hogyha ki tudnak nyitni, már úgy értem, hogy 100%-ra hozva az edzőtermek, tehát ez az első jó, és utána akkor lesznek árak, meg minden, de így előzetesen elmondhatom, hogy hasonlít a budapesti aréna és a Gold Gym-nak az áraihoz. Jó,
És egyébként sem egy olyan nagy cucc, mert hogy a Big Shopban rendeltek, akkor egy 10%-os kedvezmény kupon abban, azokban a csomagokban is van, tehát ott 10%-kal úgyis kevesebb lesz a napi jegy, meg a heti, havi bérlet. Jó, srácok, lányok, mindent megmutattam, tehát lehet még egy utolsó pillantás, lehet mindenfélére edzeni, nagyon szép az edzőterem, ki van takarítva, nagyon sok gép van, minden gép nagyon frankó állapotban van, és amint az előző videóban is említettem, külön karbantartó tím van, aki ezzel foglalkozik, tehát nincs olyan, hogy valami folyamatosan rossz. Lényegében ennyi, a Ferit rá tudom beszélni, majd lehet, hogy készítek vele egy interjút, várunk titeket szeretettel holnaptól, és edzünk már végre rendesen, mert rettenetes volt ez az év Covid és minden egyéb kapcsán, tehát végre legalább edzhetünk, és most már három helyen gyerekek, Peak Gym van Budapesten és Budaörsön, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Itt is, az összes Peak Gymben és a Peak Shopban is egy jó nagy kedvezménnyel. Imádás, sziasztok, sziasztok!